Albertónak az utcán kell fellépnie, hogy pénzt gyűjtsön az albuma felvételéhez. Kutyája Cooper arról álmodik, hogy jó ételt és saját házat kap, és ez a remény már majdnem elszállt, amikor találkoztak Rubival és házi állatával, Luckyval. Ez a sorsdöntő találkozás mindent megváltoztatott az emberek és a kutyák számára. Rubi örökölt egy vagyont és egy szolgát. A kutyája Lucky mindent megkap, amit csak akar. De nem feledkezhet meg a jóképi kölyökről, Cooperről sem. Rubi Scooby-Doo-val próbálja elterelni a figyelmét, de semmi sem használ. Nem tudja elfelejteni a szép szemeit. A szerelemről pedig nem lehet lemondani. Alberto és Cooper élete semmiben sem hasonlít Rubi és Lucky életéhez. Cooper kutyaháza kezd szétesni, Alberto pedig nem engedhet meg magának egy újat. Így kénytelen lesz az ágyban aludni. Végül is ő Alberto legjobb barátja. Rubi nagyon elkényezteti a kutyáját. A világ legjobb edzőit bérelte fel Lucky számára. Londonba repítették, hogy tanítsák. El tudod ezt hinni? De valójában szörnyű tanuló volt. És a londoni iskola sem volt valami jó. Egyszerűen csak az ösztöneire hallgatva kell ennie. Régi gabonapelyheket osztogatnak az élelmiszerboltnál. Albertónak sikerült szereznie egy csomagot, ez lesz az első teljes értékű étkezése 5 nap után. Ah, nem kellett volna itt gabonapehelynek lennie? Hová tűnt? Egy szellem ellopta. Megetette Coopert, és nem vett el Alberto életét. Hová tűnik? Már megint eltűnt az étel. Ó, hát ilyenek a legjobb barátok. Ez sokkal jobb, mint a műzli. Ó, köszönöm. Mit fog Rubi enni? Az univerzum közbelép, hogy megállítsa. Nem, ez nem az univerzum volt. Cooper volt az, aki az igaz szerelméért jött. De Rubi azt feltételezi, hogy mindez miatta van. Az univerzum körülötte forog, igaz? Ez a csokor gyönyörű. De ez Lucky-é. Rubi sokat játszatja a szolgáját Lucky-val. Ő maga túlságosan elfoglalt. Teszteljük le ezt a labdát. De Lucky nem érti, hogy mit kell tennie. Mutasd meg neki, Nick! Meg is van. Ki a jó fiú? Te vagy a jó fiú. Jó fiú, Nick. Ez nagyon jó móka. Micsoda nagyszerű labda. Lucky imádja. Alberto szereti a kutyáját, és retteg attól, hogy elveszíti. Coopernek még nyakörve sincs. Alberto nem engedheti meg magának, de nagyon kreatív. A karton és párga nagyszerű nyakörvé válik. Albertónak csak egy telefont kell vennie, hogy fel tudjon tenni egy számot, amit hívhatnak. Egy öv is jól jönne neki. Még jó, hogy Coopernek nincs szüksége pórázra. Nem is olyan rossz szolgának lenni. Csak állandóan szolgálni kell valakit. Rubi arra kényszeríti őket, hogy sétáltassa Lucky-t, de félreértette. Sétálj, Lucky! Jó sétál! Ne engedd el a pórázt, bármi történjék is! Nick az ingével mossa fel a padlót. Soha nem volt még ilyen tiszta. Lucky és Rubi boldogok. Valaki kiérdemelt egy szép bókot. Albertónak szörnyű napja volt. El kellett adnia a gitárját. Ezt a 20 dolcsit meg kell tartania. Csak a legszükségesebbeket veheti meg, és nem álmodhat nagyot. Oh-oh! Eltűnt a pénztárcája, az előbb még itt volt. Van egy gyanúsítottunk. Cooper, hogy tehette? Nem kellett volna megtanítanom téged olvasni, inkább tanulj meg lakbért fizetni. Luckynak saját Instagramja van. Elég népszerű ott. Minden fotója több százezer lájkot kap. Nos, igen, imádnivaló. Rubi nagyon büszke rá. Népszerű kutya, népszerű gazdi. Rubinak új képeket is fel kell tennie. Gyerünk, mutasd meg minden szenvedélyedet. Ez fel fogja robbantani az internetet. De senkinek sem tetszik a poszt. Senkinek. Egyszerűen nem érti. Albertónak tetszik Rubi fotója. Még kommentálta is.
Alberto hűtője teljesen üres. Csak az maradt neki, ami az étel szaga. A gyomra megpróbál kiszabadulni a testéből, hogy máshol keressen ételt. Legalább álmában tud enni. Luckynak van egy személyi masszőrje. Nick. Tanfolyamokat tart. Jó pénzt keres. Lucky mindig bőkezűen ad borravalót. Még a kutya kefe sem bírja el, ami Alberto fején van. De Cooper viszont igen. Alberto épp vacsorát készül rendelni. Bár csak így lenne. Folyton elfelejti, hogy le van égve. De van egy ötlete, hogyan juthatna olcsón ingyenes szállításhoz. Cooper imád futni. Alberto bárhova elmehet, ahová csak akar, és percek alatt visszaér. Ez az egyenruha remekül áll neki. Mi a baj? Nem akar dolgozni. Olyan lusta. Albertónak el kell mennie sétálni. Rubinak fontos telefonbeszélgetése van a nigériai királyi családdal, de a telefonja lemerül. Használhatja Lucky töltőjét. Az üzlet meg van mentve, Rubi újra a vonalban. Anyuci kedvence a főnök. Lucky sétálni akar. Olyan kellemetlen helyzetbe hozza Rubit. Valaki csenget Alberto ajtaján, és érzi az illatát. Pizza! Alberto nem rendelt semmi. Megint Coopert kell küldenie. Ennek a fickónak senki sem tud ellenállni. A futárnak fizetnie kell majd. És most már Albertónak van pénze, hogy megengedhesse magának a pizzát. A valaha volt legjobb nap. Alberto végre elég bátor ahhoz, hogy Randira hívja Rubit. Hát nem igazán. A legjobb barátjának kellett megtennie helyette. Rubi még mindig izgatott, olyan boldognak tűnik. Melyik ruhát válassza? Őszintén, Albertot bármi lenyűgözni. Senki sem nagyobb divatrajongó, mint Lucky. Kiválaszt egy ruhát Rubinak. Remek választás! Nem, megint meggondoltam magam. Valójában ez remekül néz ki. Kösz a segítséget. Albertónak is döntenie kell. Kék inget vegyen fel, vagy tiszta inget. Cooper népszerű a lányok körében. Talán ő segíthet választani. Vagy írd meg nekünk kommentben, amíg Cooper eldönti. Már rég elfogyott az étel. Először Alberto döntsön úgy, hogy elmegy kajáért. Cooper nem fog ingyen dolgozni. Ezt nevezette barátságnak. De valami szörnyűség történt közvetlenül a randi előtt. Lucky eltűnt. Rubi kiborult. Az ellenségeim elrabolták. Lehet, hogy valahol egy pincében van szájkosárban. Ó, Rubi tudja, hol keresse. Természetesen elment, hogy találkozzon Cooperrel. Ah, milyen aranyos szerelmi történet, úgy értem, kölyök történet. Ez most egy dupla randi. Két jó fiú találkozik két jó lánnyal, és mindannyian boldogan élnek, amíg meg nem halnak. A kutyák ugyanúgy bonyolult életet élhetnek, mint az emberek. Erről szól a történetünk. Egyszer volt, hol nem volt egy titokzatos szőrös vendég. Letett egy kis kosarat benne egy aprócska kiskutyával Mike a milliárdos ajtajánál. Mike meg akart tőle szabadulni, de a felesége miért szerette a kiskutyát. Így kerültem oda, és azóta ezekkel a gazdag csodabogarakkal lakom. Igen, így történt. Összetéptem Mike ingét, most meg akart szabadulni tőlem. Határozottan rosszul kezdtük a dolgok. Mike tényleg azt akarta, hogy elmenjek. Még a szolgát is megpróbálta megvesztegetni. Hogy rávegye, hogy segítsen, de a lány nem akart ilyesmit tenni. Félreértette Mike kérését, és azt hitte, hogy azt akarja, hogy masszírozza meg. Ó, de jól érzem magam! Mike-kal ellentétben. De Mike elszánt. Azt akarja, hogy végleg kiszálljak. Ezért bérelt fel néhány kutyafogót. Ezek a hatalmas fickók híresek az állatkínzásukról. De fogalmuk sincs róla, kivel szórakoznak. Mike, van egy meglepetésem a számodra. Fekete öven van kutyafúból! A mancsaim villámgyorsak.
ki kell fizetned ezeknek a zsarolóknak a kórházi számláját. Ne szórakozz velem még egyszer! De az új anyukám Mian nagyon szeret. Mike pedig elhatározta, hogy tönkreteszi a kapcsolatunkat. Legalábbis megpróbálja. Úgy tűnik, tönkretettem a kedvenc cipőjét. Ez talán összetörő mi a szívét. De nem sokáig mérges, mivel Mike megígérte, hogy vesz neki egy újat. De meg kell büntetnem, amiért felbosszantottam ját. Szemed szemért, Mike, és cipőd cipőjért. Legközelebb kétszer is meggondolod, mielőtt megpróbálsz bekeríteni egy kutyát. Néha tényleg csodálkozom, milyen okos Mike. Tényleg azt hitte, hogy így átverhet. Nem vagyok egy átlagos kutya. Gazdag családból származom. És a hozzám hasonló kutyák soha nem kergetnek csontokat. Erre van nekünk szolgánk, aki nagyszerűen végzi a munkáját. Mike nem tud lazítani. Nagyon meg akar szabadulni tőlem. De átlépett egy határ. Hivatlanul jött be a kutya házamba. Ez annyira durva. Minden hölgynek megvannak a maga titkai, és nem akarom, hogy egy idegen betörjön az otthonomba. Főleg nem Mike. Mivel zsarolóanyagot gyűjtött össze rólam, és megmutatta Miának. De nekem sikerült mindent álcáznom. Ne is próbálkozz velem, Mike. Remekül el tudom tüntetni a nyomokat. És ki hinne neked, hogy egy kutyának hatalmas szobája lehet egy kutyaházban? Mi a biztos, nem? Nagyon is odafigyelek arra, hogy mit eszem. Ha száraz eledel, csak a legdrágább márkát. Nyilvánvalóan Mike nem szereti, hogy mennyi pénzt költ erre. Mit gondolsz, mi lehet ez az aranyhalom? Igen, ez az! Ez az én darabkám a családom vagyonából. Mike jobban teszi, ha elveszi a kezét a befektetésemről. Mike valójában a lehető leggorombább. Komolyan mondom, egyetlen nyugodt percet sem tudok elszakadni tőle. Még a zuhany alatt is zavar. Pedig a zuhanyzás szent a kutyáknak. Mike mindenkit idegesít, nem csak engem. Nagyon elszánt, de egyre hanyagabb. De nem kapott el csak a takarítót. És ki kellett fizetnie neki az érzelmi károkat. Nagyon dühös volt emiatt. Igazából itt vált viccessé. Mike szánalmas próbálkozása, hogy megszabaduljon tőlem. Minél keményebben próbálkozik, annál édesebb a bosszum. Bedeszkázta az ajtómat, komolyan? Szép próbálkozás, de nem számít, mit teszel. Én mindig egy lépéssel előtted járok. Tudtam, hogy megpróbálod. Ezért előre terveztem és vészkijáratot csináltam. Imádom látni a nagy buta arcodat. Minden alkalommal, amikor túljárok az eszeden. Mike egy rossz-rossz ember, ami azt jelenti, valakinek meg kellett gyógyítania. A kutyák tudják, hogy a séta jó az emberek kiképzésére. Ezért gondoskodtam róla, hogy Mike sokat sétáljon. De ma este a szemetet sétáltatja. Az éjszaka kellős közepén. Én egy rendezett kutya vagyok. Kiképzés? Komolyan? Úgy nézek ki, mint egy cirkuszi kutya? Nem fogok trükköket csinálni. Mit gondolsz, ki vagyok? Mike, ne is kezd el. Az egyetlen dolog, amit elér, hogy elszomorít és bizalmatlanná tesz az emberekkel szemben. Miért nem hagy békén? Valami mást kell kitalálnom. Valamit, ami ráveszi Miát, hogy szóljon Mike-nak, hogy ne edzen tovább. Például megmutatom neki, hogy az edzés veszélyes. Bekötözöm a mancsomat. Anya! Anya, fáj a mancsom! Most mi lesz, Mike? Fütyülni fogsz továbbra is? Hozd vissza! Igen, én is így gondoltam. Maradj távol tőlem, ember! Még akkor is, ha nagyon gazdag vagyok.
Csak egy tévénk van egyelőre, amíg a házi mozink épül. Ez azt jelenti, hogy rengeteg harc folyik. Mike és én különböző preferenciákkal rendelkezünk. Ezért nehéz kompromisszumot kötni. Éppen el akartuk törni a távirányítót, eldönteni, hogy mit nézzünk. De megjelent Mia. Mike mindenféle szemetet néz. De amit Mia néz, az a legrosszabb dolog. Még jó, hogy Mike-nak sikerült kivennie az elemeket. Amikor háborúban állsz valakivel, szemmel kell tartanod őt. Az alvás nagy hiba volt, Mike. Hatalmas! Elrázom a dolgokat. Ne légy dühös, csak formában akarlak tartani. A testmozgás jót tesz az embernek. Mike-nak meg kell tudnia, ki itt a főnök. Mert az biztos, hogy tuti nem ő az. És erre hamarosan rájön. Viszont mindenki más azt fogja hinni, őrült. Nézzétek, na ki a jó fiú? Ne felejtsetek el lájkolni és feliratkozni. Viszlát legközelebb a Trum Trum Trickben!